Szavaztok srácok, Csipi vagyok, és ugye a héten a FIFA bedobott három darab új ikon SBC-t, illetve ezeknek a kölcsönözhető Loan verzióját is beadta a játék. Ugye a FIFA 17-ben úgy volt, hogy minden hónapban egy Loan pakkot kaptunk, egy bizonyos szinglikupa kupa megnyerésére, és akkor abból a pakból, amilyen Loa Nikont dobott, olyat kaptunk azonban most ugye FIFA 18-ban valószínűleg hogy minden hónapban kapni fogunk ilyen Nikon SBC-ket, és az összes ikont meg lehet majd csinálni kölcsönözhető verzióba, és ugye most ah, Piero van, Alexander Del Piero, Ovemász és Rui Costa, ez a három ikon, aki most így októberben megjelent nekünk SBC formájában, ebből szerintem a Del Piero a legjobb, bár kurva drága, a kettő az elég felejtős, talán még ez a Rui Costa, akire azt mondom, hogy érdemes megcsinálni, de 400 ezer szóval nem tudom, Ma a Loan verziókat fogjuk megcsinálni. Ugye itt van ott, itt volt ez a három Loan verzió. És akkor visszafelé fogunk menni. Mark Overmars-szal fogunk kezdeni. Egy holland balszélső, hát középpályás, de szerintem használható lesz majd egyébként ott a támadó szekcióba is, elvéként. Nem olyan rossz kártya ez egyébként, megnézitek 95-ös futás, van 82-es lövés, 89-es labdavezetés, teljesen jó. Az a 67-es fizika az, amit talán egy picit hát gyengének gondolok én, de ezek a fizikai értékek mindig olyan átverések szerintem. 82-es rating kell hozzá, 75-es chemistry. látjátok az egészet megcsináltuk egyébként Bundesliga-ból ilyen olcsóbb Bundesliga játékosokból, de nincs mindenki poszton. Ott van ugye két kapus, ott van két CF, 1800 volt a Fármán, 800, a Kimich 800, 750 meg volt, 500, 700, 1100, 700, 700, 800. Szóval látjátok, le lehetett így mindenkit vadászni szinte minimál árba, tehát ezen a 700-as áron, tehát egyetlen nem volt drága. Egyetlen játékosunk volt pakból, ugye ez a 81-es kapus, nyomjuk el. És akkor Mark Over, Marslon verziós ikonja, Elkészült. Ugye azért így mindig drágább, mint amikor tavaly meg lehetett nyerni. Itt van a kártya. A Loan Legend pakkot. Tehát ez most egy olyan 8-9 be biztos Fight vagy 7be. Kemény ez az 5 gyenge Lab, 3 skillmovs. skill moves. Nagyon jó kis statjai vannak. Az a 90-es gyorsaság, 89-es lendözetés és a, a lövés is azért 80 fölött van, szóval egész jó kis kártya. 20 meccs, akinek megéri, hogy legyen egy 20 meccses Loan legendája, vagy Loan ikonja most már, az áldozza rá ezt a 7 és 10 ezer közötti coin mennyiséget. Meg fogjuk csinálgatni minden hónapban szerintem ezeket a Loan játékosokat. Aztán majd később visszatérünk a rendes ikonokra is, mármint az SBC-kre. Na srácok, ennyi lett volna ez a Mark Overmars. Ez volt az első a sorban, a három közül, hamarosan jön a másik kettő. Csipi voltam, szevasztok!